Sziasztok srácok! Zsozé vagyok, ez pedig a Son of Rome című végigjátszásunk, abból is az 5. rész, azt hiszem. És akkor vágjunk is bele, gyerekek! Itt van a pohár alá tét melbimbóval rendelkező fiatalember, ugye? Akit már oly sokszor megfigyelhettünk habtestével lengeni a római nyári szellőben. Hát most őt is nyakon fogjuk hentelni elvileg. Ha minden jól megy. Völlér Jóska. Nagyon agresszívan védekezik. Már 2 van! A gyerekek, az egyiknek akkora a melbimbója, mint egy flexkorom. Öcsi. Mint egy dart tábla. Így ott van a sok füstölt kolbász a háttérbe. Nem tudom, hát hanyasikrek lehetnek ezek vajon, már nem tudom, a 8. ugyanilyen karakterrel találkozunk. Pedig ott volt a kivégzésre pillanat. Hát belőled öcsém. Egy köbméter több örtyűt lehetne kifőzni. Ne! Közben elértünk egy upgrade pontot. Megbotlott egy kidőlt fába. Na és akkor csapassuk tovább, ugye, hát eddig ezt a részt én szintén nem láttam, ugyanis együtt visszük végig a játékot, tehát nem tudom, hogy mi fog következni. Nem akarok én most a skillekkel foglalkozni, majd játék vagy a videón kívül esetleg. Vagy ha valakit érdekel, ugye skill rendszer van, azért megmutatom. Tehát tudunk venni különböző fejlesztéseket a karakterünkre. És ezzel erősebbé tudjuk tenni. Itt nagy box lesz. De végre már vannak velünk is emberek, gyerekek. Mi az? A partisfejűek a lénen, gyerekek, hentelnek. Mit vettünk föl? Na mindegy, hát akkor dobáljunk. Állj mellé. Gyerekek, nagyon tryhardolnak. Mi van, gyerekek? Hát azért rájuk már meg egy ásónyomra. 2v1-be itt hozzuk a meccset. Hát ez se fog már zongorázni. Ez te boiler testű állat. Nyugodjál le. Desznyó arcú. A játék egyébként nekem iszonyatosan tetszik, skacok. Tehát mindenképp az év egyik legjobb játéka. A hangulata tényleg nagyon kemény. Tényleg nagyon bejön a téma. Igaz, hogy rohadt drága, mocskosul. 60 euró. Csí. Nem szarral gurít a karakterünk. Partfish fejű Marius. Oh shit! Double kivégzés. A parizer. Bimbo. Igen, ez kicsit furcsa, hogy rengeteg ugyanaz a karakter, tehát nem tudom, hanyadik ilyen trabantlámpa melbimbóval rendelkező zsírgolyót fogjuk most megint megölni. Hát ha sikerül. Hát ott beláttunk tojásig, öcsém. Urológiai felfedezést tehetett Marius kollega. Nézd meg, a zsírgolyó rembír a vérével. Gyerekek, hát mi kalóriát fogyasztott el, hogy megmozdult egyszer, szerencsétlen. Azt a testet megmozgatni. De hogyan jönnek? Gyere, te töpörtyű! Hát, de megigazítottuk talpal az arcát, tulajdonképpen egy kisebb plastikai beavatkozáshoz vett részt. Orrnyereg igazítás volt, gyerekek. Tehát nem szilikoncsöcs, kivételesen. Na, te se fogsz már hegedülni. Dőljél le, pihent ki magad. De nézd már meg, hát ide jönnek állandóan segíteni a zsíros pödönnek. Na végre már kettesbe maradt. Kicsit sem maradtunk kettesbe. Na jó, ezt nem bírom tovább, gyerekek. Itt valamit rendezni kell. Hát ez a rendesen össze van kaszabolva a csóka. Szerencsétlen. Hát most aztán elég legyen. Hát már mennyi embert gyilkoltunk le, öcsém? Oda kell venni előre. Megyünk is. Itt van Fater. Ó, bazd meg. Fatert leszúrtál. Bazd meg. Marius, csinálj már valamit. Meg kell mentenünk Rómát, gyerekek. Hát szegény Fater beadja a kulcsot ezek szerint. I'm Commander Vitalian of the 14th. I fought with your father. If it's blood you want, I promise I will give you as much as you can handle. You were the second, aren't you? Yes, sir. Not anymore. Welcome to the 14th, lad. Hát azért nem szóltam semmit, srácok, mert ez egy olyan pillanat volt, amit jó megélni. Tehát nem akartam itt elbohóckodni és bepofázni. Nézd meg, a zsíros lagzilajcsi, akit az eleje óta védelmezünk, még él. Tehát olyan füle van, bazd meg, hogy abból... Tehát érted, kijönne 14 kg füstölt hús. Ő még él, látod? A golyóálló fülével. Nagyon szomorú. Szegény Fater, hát tulajdonképpen Marius Komának az egész családja földobta a papucsot most jelenleg egyébként. Mivel Muter nővér, és ugye az előző részben most pedig a Fater ledobta a láncot, mint egy rossz babetta, és tenderre rakta magát tulajdonképpen, úgyhogy egyedül vagyunk. Egy kék, a harcos... Anyád, milyen part is van annak a fején, öcsém. Az... Gyerekek, az falat is söpörne, nem csak a földet. Szóval egyébként látom, hogy nem sokakat érdekel a játék, már a videókkal kapcsolatban, de mégis valahogy azt érzem, hogy ez egy olyan jó játék, hogy aki teheti, próbálja ki, mert iszonyat. Nagyon jó játék, nagyon tetszik. Mondjuk engem alapból is érdekelt ez a történelmi korszak, illetve maga ez az egész sztori, úgyhogy lehet, hogy nekem azért kedvesebb egy kicsit. De játékélményben is odavág. Valaki kérdezte, hogy milyen grafikán játszom a játékot, gyerekek, csuma full grafikán zörög, tehát plafonon van minden, úgyhogy... Ó, milyen trükkök, gyerekek! Hip-hip barba trükk, innom kell egy feles. Jó, nem feles, nem túlálni szoknak. Nagy azt higgyétek, hogy alkesz vagyok. Nagyon ritkán piázok, de akkor aztán makonya részegem, csont beállva. Ott a matek részegem, teletelek hajtalik, de ez nagyon ritka alkalom életnek 2-3-szor. Na de a játékról beszéljünk, gyerekek. Alámerültünk, jön Ariel és Ficánka, megment minket. Nem kell, hogy jöjjenek. Hát be fog rozsdásodni a ruhánk tulajdonképpen. Ó, de trükkös. Hát ilyen istenlátó ez a fickó egyébként, már második alkalom, hogy lát valakit. Úsz-úsz. Rákocsintott egyet. Micsoda barátságos környezet. Berozdásodik a gúnya. Gyerekek. Halott volt. De azért meg tehát bocsánatot kér tőle, gyerekek. Hát micsoda nemes lélek. Erre kell menni. MSZP zászló lobog a szemünk előtt. Hova kell nézni? Oda? Jó. Lecsekkoltuk. Hát mi faanyag van itt, gyerekek? Jó, hát kárba megy. Ó, ott van a izé, a trabantlámpa melbimbóval rendelkező fiatalember. Közben itt sok a lény, úgyhogy legyezgetek egy kicsit. Gyere, bimbós kicsú! Ne, hát halottnak kéne már lenned, baszol. Ez is megmakkant. Segítek a kovának, hát ha velük jön. Nagyon szívós ez a zsíros deszka, gyerekek. Bírja a kloppolást, nagyon. Hello, zongorista karrier ismét. Megismertél? Marius. Én vagyok a szomszéd. Erre kell egyáltalán? Erre gondolom. Ő íjászügyileg vannak elhelyezkedve a srácok. Na hát erre kíváncsi leszek. Jó van. Ne! Ki tudjuk védeni az íjat space-szel, vágod? Íjász, pityú! Megy a levesbe. Gyere, kis táska! Szétcsaplak. Mit kell nézni? Hát azt... Elemetszettük a torkát, gyerekek. Oh, shit. Gyere, te gyíkarcú! Szíjjel váglak! Nem akar megdögölni? Zsíros gödör? Hát annak helyre raktuk a gerincét, mert úgy láttuk, hogy volt egy gyerekkorból visszamaradt gerincferdülés a szegénynek. De durva, még a nyála is kifröccsent, láttátok? Gyere csöcsös, kapsz egy parasztengőt. Ez a szoknyásdi gyerekek, ez nagyon, nagyon kígyó. Valakit slagon szúrnak, akkor mi van? Még hogy lifeg a hája, öcsém, ez a kegyetlen. Légzés problémái is vannak egyébként, ahogy hallhatjátok. Iszonyat szépen néz ki a játék, nézzétek, nagyon kemény. Nekem nagyon tetszik, nagyon bejön. Srácok, ez volt a negyedik vagy ötödik része, azt hiszem, a végjátszásnak. Ugyanígy nem fogjuk folytatni. Zsozé voltam. Szevasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!